Az együttműködésnek a feltétele az volt, hogy a DSMIS létrehoz egy pénzügyi alapot, amire lehetett pályázni, és tulajdonképpen elnyertünk egy 5 millió forintos támogatást. A pályázatunkban konkrétan meg tudtuk már fogalmazni azt, hogy egy inspiráló kinti tantermet, tanulási teret hozunk létre, úgyhogy ezzel az 5 millió forintos támogatással indult el a munka. Ez egy nagyon régi álmunk a tantestületnek és az iskolánknak, ugyanis egy lakótelepi környezet révén érezzük annak szükségességét, hogy a gyerekek minél többet legyenek a természetben. A DSMIS nagyon fontosnak tartja, hogy a sustainability projektet erősítsük, illetve ezeknek a gondolatát elültessük már középiskolákba és egyetemi szinten is. Ez egy olyan gyönyörű példája ennek az egésznek, mert nem csak beszélünk róla, hanem meg is valósítottuk. Mindhárom gyermekem ebbe az iskolába jár. Az egyikük osztályfőnöke megkért engem, mert ugye tudják, hogy én ács és építész technikus vagyok, hogy ugyan föl kéne már építeni ezt az épületet, hogy vállalom-e. Mondom, csináljuk meg. Amit a gyerekeim kaptak ettől az iskolától, én szeretnék egy kicsit visszaadni. A lakóépület tervezési tanszéknek az egy fontos metodikája, hogy reális feladatokat szeretnénk a hallgatóknak választani minden évben, és mindig olyan feladatot választunk, ami aktuális, és ami a közéletet és ami a hallgatókat is foglalkoztatja. Úgyhogy arra jutottunk, hogy ezt nem a tanszék kollektívája fogja megcsinálni, hanem csinálunk ebből egy pályázatot. Az az igazán szép ebben a projektben, hogy az általános iskolás gyerekek részére egyetemisták tudták megálmodni, kitalálni, és a későbbiekben meg is valósítani ezt az ökotantermet. Tulajdonképpen egy hármas térsorként értelmezhető a tervünk, ami az aulából, a lelátóból, illetve ami hol most találhatóak vagyunk, a pavilonból áll, és ebben a pavilonban foglal helyet az ökotanterem, de tágabban értelmezhető azáltal, hogy olyan közösségi tereket szeretünk volna létrehozni, ahol így jó tanulni, meg jó lenni. Mindenképp valamilyen ökológikus anyagba szeretünk volna nyúlni, így jött rögtön az ötletként a fának a használata, és tulajdonképpen mindenhol ilyen-olyan módszereivel használjuk fel a fát. Ide jár a gyermekem, és az egyik tanárnő kérte meg, hogy segítsünk befejezni a munkálatokat. Ez egy tök fontos dolog a közösség miatt is, meg hogy kint tudjanak a gyerekek tanulni a levegőn. Szerettük volna, hogyha ez egy olyan építmény lesz, amit nem csak mint ökotanteremként használnak a diákok, hanem szünetekben vagy akár délután is ide szívesen kijönnek, és ilyen közösségi térként használják. Végre följöttünk ide, annyira kíváncsi voltam erre, hogy nem tudnátok elképzelni, és a legszívesebben egyébként, hogy kialakítanák itt egy faházat, és itt laknák. Azt ütöttem először világokat.